Három helyi zenekar mutatkozott már be az elmúlt két rock csütörtökön. A szervezők célja az volt, hogy a jászberényieknek jászberényieket mutathassanak be elsősorban. Olyan zenekarokat, akik kevésbé ismertek, vagy kevesebb fellépési lehetőséget kaptak az évek során. Ez a nyári időszakban, a júliusi időszakban a jászberényi vigadalmi napok alatt egy sorozat, a rockcsütörtök rendezvények három állomásból áll. A rockcsütörtök elnevezésű programsorozat első állomásán a Hendrix Pilót zenekar koncertjével vette kezdetét az este a Margit szigeten. A zenekar mindhárom tagja jászberényi, egy éve zenélnek együtt, és tavasszal készült el első videóklipjük. Mi vagyunk a Hendrix Pilót zenekar, tavaly alakultunk, nyárnak a végén, egészen pontosan szeptember 2-án mondhatjuk ezt. Onnantól kezdve elkezdtünk rákészülni egy erős koncertezésre. December elején sikerült is bemutatkoznunk, a krízisékkel együtt csináltunk egy szuper jó bulit. Csinálunk saját dalt is, viszont mindenképpen a nevünkből is kifolyólag Jimi Hendrix feldolgozás zenekar vagyunk, tehát Jimi Hendrix dalokat játszunk. Játszunk még Santana dalt, mint említettem, sajátot is, majd tervezünk egyébként a jövőbe többet is csinálni. Gyakorlatilag a trió zene az egyik legnehezebb, amit választasz magadnak. Tehát, hogyha azt akarod, hogy a legnehezebb stílust és a legnehezebb formációt válasz, akkor várod a trió zenélést. Nagyon nehéz, kötetlen, a zenei szabadság az hatalmas, ugyanakkor van egy kerete az egésznek. Nyilván ugye van egy basszusgitáros társam, akire figyelnem kell a koncerteken, illetve van egy szólista zenekarba, aki gyakorlatilag levezényli az egész produkciót. Nagyon tetszett, hogy belelkesedtek végre, és támogattak is, én úgy értem, hogy az üzenet eljutott hozzájuk igazából. Őket követte volna a Dinamo, de mikor felpakoltak a színpadra, akkor a nagynak ígérkező vihar közeledett. A koncert elmaradt, de a zenekar rajongóinak sem kellett sokáig várniuk, mert egy héttel később ők is ott voltak a következő rokkos estén, július 26-án. A Dinamo körülbelül 2 évvel ezelőtt alakult, a sima rockzenét játszunk, 4-en vagyunk, alapfelállás, dob, basszus, gitár, ének, jászberényből indultunk ki, az a bandának a törzseje. Nekünk csak saját számok vannak, feldolgozást nem játszunk így zenekarral, ezen a vonalon indultunk el, és ezt is szeretnénk folytatni tovább. A közös zenélés úgy indult el, hogy Répás Robi barátommal, aki énekel a zenekarban, körülbelül már olyan 25 éve együtt zenélünk. Mindig feldolgozásokat játszottunk, csak akartunk így saját számokat is. És mivel a régi Sims nevű zenekarunk felosztott, így elhatároztuk, hogy játszunk most már saját számokat. Ehhez találtunk két segítőtársat, a dobos Pernyész Péter személyében, és első basszusgitárosunk Berényi Attila volt. De ezen a poszton változás történt, Sándor Béla lett, és így alakult ki ez a négyes, a mai mostani felállás. Az eddigi két rockcsütörtök harmadik fellépője pedig a Passion Play zenekar volt. A zenekar 2009-ben alakult, tagcserék voltak az évek során, a jelenlegi felállásban egy éve zenélnek együtt a fiúk.
kivált az egyik alapítótag tőlünk, a basszusgitáros, és hát folytatni akartuk mindenképp Gáborral a zenélés. És is kell zenekar. Igen, egyébként. És hát így találtuk meg Konit, és aztán egy darabig még volt velünk a régi ritmusgitáros, és hát sajnos ő is úgy gondolta, hogy nem akarja folytatni velünk, és akkor megtaláltuk a mestert, Lipcsei Szilárdot, aki azóta is velünk van. A zenénk az nagyon változatos, 70-es évektől egészen 2005-ig minden megtalálható a repertoárunkban, amit a közönség szeret. És mit szeret a Jászberényi közönség? Az utolsó cigarettát, a Master of Puppets-et és még sok ilyesmi számot a mi feldolgozásunkban természetesen. A fiatal srácok nagy közönség lelkes rajongótábor előtt csináltak fergeteges hangulatot a szabadtéri színpadon múlt héten. A rockcsütörtök harmadik állomásán pedig a 4-es metró és az ingyen cirkuszzenekar fog fellépni a színpadon.